Június 4-én Joe Biden amerikai elnök több napos hivatalos látogatásra indul Franciaországba, melynek során a Fehérház vezetője részt vesz a szövetségesek normandiai partra szállásának évfordulója alkalmából rendezett eseményeken, és találkozik francia kollégájával, Emmanuel Macronnal is. Közölte John Kirby a Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsának stratégiai kommunikációs koordinátora tájékoztatóján. Számolt be az Ukrinform. Biden elnök június negyedikén Franciaországba utazik, hogy szövetségeseinkkel és partnereinkel együtt ünnepelje a történelmi dénap hadművelet 80. évfordulóját, mondta a Fehérház képviselője. Körbi megjegyezte, hogy Biden franciaországi útjára egy fontos pillanatban kerül sor, amikor Ukrajna folytatja szembenállását az orosz agresszióval. Elmondta, hogy az amerikai elnök tervei szerint Párizsban találkozik francia kollégájával. A két oldalú találkozó során az elnökök olyan prioritásokról tárgyalnak majd, mint Ukrajna támogatása, az indocsendes óceáni térség szabadságának és nyitottságának szükségessége, a közelkeleti válság megoldása és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló erőfeszítések, fogalmazott a Biden adminisztráció képviselője. Korábban azt közölték, hogy Biden és Macron június 8-án találkozik Párizsban. Kína hasznos lehetne a békecsúcson Ukrajnával kapcsolatban, de ő Oroszországnak segít, jegyezte meg az amerikai külügyminisztérium szóvivője. Az Egyesült Államok támogatja az Ukrajnával kapcsolatos békecsúcsot de nem érti, hogyan segíthetné annak sikerét Kína, amely megtagadta részvételét az eseményen azért, mert nem hívták meg Oroszországot, nyilatkozta Matthew Miller, az amerikai külügyminisztérium szóvivője, számolt be a Holosz Ameriké. Kína hasznos diplomáciai szerepet játszhatna ennek a konfliktusnak a megoldásában, ha akarna. Jelenleg azonban nehéz megérteni, hogyan vehetne részt ebben tekintettel arra, hogy Kína az elmúlt hónapokban számos lépést Oroszország védelmi és ipari bázisának újjáépítése érdekében mondta. Magával a békecsúccsal kapcsolatban a külügyminisztérium szóvivője kiemelte, hogy az USA támogatja Ukrajna diplomáciai erőfeszítéseit és elvárja, hogy az esemény sikeres legyen. Mi támogatjuk a békecsúcsot és azt akarjuk, hogy sikeres legyen, és ezért, mint tudják, az Egyesült Államok alelnöke személyesen vesz részt a csúcs találkozón. Támogatjuk Ukrajna diplomáciai erőfeszítéseit. Jelentette ki Miller. Június 5 -e és 19-e között közel 4000 svájci katona gondoskodik a biztonságról a svájci békecsúcson, számolt be az SRF. A svájci hatóságok erre az időszakra a légtér használatára is korlátozásokat vezettek be. Fegyveres FA-18-as vadászgépek fognak folyamatosan járőrözni a térségben. Hozzátették, hogy a svájci rendőrség segíti a kritikus objektumok védelmét is, és biztosítja a légi közlekedést azon személyek számára, akik a nemzetközi jog védelme alatt állnak. Román Radev bolgár elnök bérálta a NATO Ukrajnának nyújtott támogatásait, és azzal vádolta a szövetséget, hogy részt vesz az oroszok Ukrajna elleni háborújában, írta a Rádió Szvoboda. A bolgár elnök egyben kijelentette, hogy a szövetség csatlakozása a háborúhoz eskalációval és nukleáris armagedonnal fenyeget, ezzel hangot adott a Kreml narratívájának, miszerint állítólag a NATO okolható az ukrajnai háborúért, és ez nukleáris eskalációhoz vezet. Azzal a döntéssel, hogy engedélyezik az orosz területek nyugati fegyverekkel való támadását, valamint hivatalos tanácsadókat és oktatókat küldünk a frontvonalra, már átlépték a vörös vonalakat, és sajnos politikusaink is részesei válnak ezen nem megfelelő döntéseknek és az ebből kifolyó következményeknek, mondta Radev. A bolgár elnök egyben hangsúlyozta, hogy soha nem állította, hogy országa úgy döntött, csapatait Ukrajnába küldi. A villamosenergia lakossági fogyasztói tarifáját 1 kWh villamosenergia előállítási és továbbítási költségének figyelembevételével alakították ki, jelentette ki Szvitlána Hrincsok energiaügyi miniszter helyettes, számolt be a szaktárca sajtószolgálata. Elmondása szerint az új tarifában egy kopejka póddi sincs, 1 kilovatóra piaci értéke több mint 7,5 hrivnya. Az elektromos áram megállapított ára két állami energiavállalat, az Enerhoatom és az Ukra ENERHO egy kilovatóra termelési költségét, valamint a villamosenergia szállítását és elosztását fedezi. A tarifa kizárólag az önköltségi árat tartalmazza, állítja Hrincsuk. Egyben hozzátette, hogy az áram tarifájának emeléséből befolyt többletforrást a javítási kampányra és az állami energetikai rendszer helyreállítására fog. Fordítják. Május 31-én a kormány úgy döntött, hogy több mint 60 kal kilovatonként 4 hrivnya 32 kopejkára emeli a lakossági fogyasztók számára a villamosenergia tarifáját. Ez az ár június 1-től 2025. április 30-áig érvényes.